Akkor lényegében te kezdted, ugye te vagy hétincse, fókuszt osztasz. Igen, ennek 6 fókusza van, ugye? Közben szépen mondod, hogy mit csinálsz. 6 fókuszos a master. Jó. És ugye a tabletet úgy tudod kilokkolni, hogy itt van a fönt egy gomb. Az. És akkor elhúzod a... Nem úgy. Nem úgy, vissza. Nem. Jó. Jó, és akkor... Azt mondjuk neki, hogy... Endgame. És szóló kara. Ja, egyébként és akkor az összes hátvét. Maxon van. Jó. Úgyhogy ezeket én veszedem itt. Én is vannak. Helyezzük a paladinak. Van itt egy defender, nem felolvasok, hogy ő micsoda. Nyomj egy back-et. Ez ugye rámentél egy akármire, akkor mutatja, hogy milyen fegyverei vannak, és ha be akarod írni a sebzés, akkor oda a bal szélre kell kattints, ahol a HP-k vannak, és akkor... Hogyha ott vissza a fegyvereket mutatja. DOS gombot nyomtam meg? Nem nyomtam meg DOS. És hogyha oda kattintasz, akkor ugye itt nem tudod kiválasztani osztopot, és akkor lesz, van egy ilyen kis tekerő. Értem, jó. Nem vagyok. Igazából a statjait akartam megnézni. Nem igazán jegyeztem meg az előbbből. Kinek? Egyiknek sem ezekből. Mindegy, nem volt sok jelentősége. Jó, csak mondom, hogy később gyorsan minden versenyen valaki beletít, akkor az jogosan köt bele, úgyhogy... Ki köt bele, mibe? A wreckeknél a fókusz leszívás, hogy az hogy van. Hát leszívod és dobsz kockával. De az nem az a lényeg, hanem hogy mikor. Nem a kör elején milyen fázisban. Volt a Harbinger aktivált, vagy hát a Warcaster aktivációjában. Szeded le róla. Szedheted le róla, nem muszáj, de akkor szedheted le róla. Mert ha pont rossz helyen van, de ott vannak, ezért meg nem kell a fókusz, akkor minek szedjem le? Mindig veszélyeztetem az izét, veszélyeztetem a keresztem szenvedő ember. Hát nem fölrobban, mert hogy az esély az megvan rá. Ez pedig hatott megmenni. Fantasztikus. A Hunter az Advanced Deploy-os hatincs előrébb kezd. Ő? Nem ő. Marad két. Nemben. Hatincs előrébb. Hatincs előrébb. Neki van egy ilyen nyilacskája, majd nézzük meg, hogy az hogy néz ki. Jó meccs voltál? Béna vagyok, Hunter. Ez isteni nem sikerült. Igen. Hát, hogyha rányol, akkor van egy ilyen kis értelmező akármi, és be lehet azt nézni, hogy a különféle dolgok azok mit jelentenek. Á, fantasztikus. Jó pofa ez a progi. Igen. És akkor lehet lapozni is. Igen, eleje hátja. Fantasztikus. Köszönöm, hatincsen előrébb. Hát te vagy. És hatincsen előrébb azonből bárhol, tehát itt? A halborsából pályateljes szélessége oda is fel tehetnél akár. Ugye érdemes valahol oltani, hogy még tudja annyit adni egy fókuszt. Sőt, ugye a Hunternek van egy olyan képessége, nézd meg a hátulját túloldalát. Nem volt? Ez egy ilyen szabály. Cancel. Mondom kell. Okay. Kegyetlenül béna vagyok. Jó pici korodat csináltak amúgy. Melyikre gondoltál? Ja, van egy ilyen extended control range. Igen. És a Hunter az egy olyan jack, amit arra terveztek, hogy ilyen távol járjon. Ezért, ha fókuszt akarsz neki használni, vagy meg akarod nézni, hogy fitted-ben van, vagy különféle control zónára vonatkozó dolgokat, megduplázod a távol. Ez a Hunter akár 24 óra is lehet a karasztótól, és úgy is tud neki fókuszt adni, és a fitje is. Úgyhogy az jó sok. Úgyhogy ezek van egy-két ilyen jack, ami ilyen távolabbra irányítható. Hunter az pont egy ilyen kis önálló dolog, úgyhogy ő jó messzire is mehet, és még így is tudsz neki fókuszt adni majd. Jó, indul a fókuszosztás. Miért? Buli? Kapott egy új listát? Tagros. Hogy képzeljük? Neki? Szerintem neki ebben a körben nem kell fókusz. Nem, neki viszont akarok egyet adni. Neki kell egy... Igen. Hunter is kaphat, de igazából... Fölösleges. Nem tudom, de... Igen, sima sétával és egy jó messze, és ugye 14-en volt. Csak kenjétek magatokat, mert megyek. Ezért nem is válaszoltam rá, mert az... Akkor nem fogsz bele beszélni a videóba? Ezzel fenyegetőzzel? Jó, akkor a... Cuccos megvan. Nem küldtem. Nézd meg az e-maileket, mert előleg elküldték minden orvosnak a beosztást, hogy a augusztusot. Hát én tegnap mondtam, hogy arra
este mondtam neki, úgyhogy akkor azért... Jó? Ja. Jó. Igen, persze. Figyelek. Rendben, akkor végeztem a fókuszadással. Kezdjünk vele. Ősét, öt a mozgása, ugye? Miért féltetted őket? Ja, jó, oké, mindegy, ő akkor sétálni fog. Hát a felé. Hát csak ötöt. Igen, igen, igen. Jó. Ő futni fog. Megy a fedezék felé ő is. Akkor az ötöt, akkor ez tizet tud maximum menni. Nem is értem én ezt. Soha nem játszottam még ezt, úgyhogy vicces lesz. Strikerre nem őt is megfuttatom. Ő is ötöt tud menni, ugye? Nem hatot. Hatot, mert hat a... Hát nézegesd a war room-ba amúgy. Az a probléma. Ennyi. Hat a... Igazából Defender 5, mindenki más 6. Ennyi a sereg. Akkor vele ide fogok menni. Akkor, hogyha fut, akkor 12-t tud menni. Korodni, két stomplanddal nyomtam. Mind a hármat így leszett egy körülöttem. Igen, az a fele. Jó. Ez az úr. Rendben. Hát akkor őket felküldjük oda fel. És akkor ez a... Ők is hatot mennek, csak ő megy ötöt. Azt mondtad, rendben. Akkor ők is fog feldoznak. Erre felmenni az... Semmi, csak felugrik. Hát ezek a dombok ilyen lágy lejtésűek. Viszont akkor csak defet adnak. Plusz két defet, hát eleve is ilyen bónusz adnak, az plusz két defet. Hát azért túlzásra dövös, hát légió az alapban azért. Általában lövöldöznek. De hát annyi passzolgatosak, 8-ra, viszont... Ennek hogy van? Így? Ha már a pisztolyon mutat az az eleje. Ez csak 10-re lőtt. Tehát ez az oldal. Tehát az oldal. Én innen láttam, hogy volt csík. Ja, rendben. Péta Togrost ismered? Ez a fitje az az, hogy vissza tud rakni egy bíztet, akár egy gargantuant is, de az abba a kört ugye max mozoghat, tehát nem támadhat, csak mozoghat, mi Marius használhat. Ez a fit, és akkor jó, a szkálytája... Jó, és végeztem. Semmit nem ír el, lehet már csak rombit veszem. A hetes. Van egy rakulik veszély, ami plusz 2 erőt ad és terror. Adunk egyet a checknek. Fogja magát, előre fog futni, 10-est. Az az, ami trükkös erre esetleg figyelned kell, hogyha 8 nincs, vagy a varázslat, hogyha megölök vele, ez egy 12-es fogó varázslat, hogyha megölök vele egy jönnek ezek a srácok. Akkor oda teleportál a helyére. 8-asokkal. Meg van egy ilyen pasztergilt azért össze lehet csalni. Meg van egy uniterésem, ugye, ami egy 15-ös, nincs-es varázslat. Jó, lássuk ezeket. Paladin, speed 6. A Deathstroke, ami komandjával, 9-es komandjával, minusz 2 erőt ad mindenkinek, eleminek, oda. De minden eleminek, de ebben benne van a nem living is. 5-est, egy ide. Fury-t kap ingyen, tehát ezt nem kell itt venni, és kettő pontért tesz egy... Megvan. Na, Gáltam, kismeret. Jó, és akkor most meg kell nézni, hogy az armat kire tegyük föl. Tartam Vilmorra. Vagy a... Tegyük föl ő rá. Megnézzük, hogy haton belül van-e. Igen, négyet megtart, ugye?
Futott, sétált és varázsolt. Úgyhogy te vagy. Jó, rendben. Ő visszajön. Jó. Mindig előre. Vissza. Akinek nincs felfestve, azt mondja, akkor mondom meg, hogy Jó. Még egy pillanat, csak egyet gyorsan elösszedem. Ők kapnak 2-2. Először is. 2-2. Te még elmondod össze a listádat? Jó, így jó lesznek. Van egy olyan, ami plusz 2 harmat a Hunter. 4-14. Van valami extra jó. Harmat piercing, ennyi. X-armor piercinges és face strike-ra immunizó, hogy kimozog a fújiből. Meg Pathfinder is. Küstülkös. Jó, rendben, akkor vele fogok támadni. És aki 3 colon belül van, az is megkapja. De ez csak Warjack. Mondjuk. Szedjük ki ezt. Tehát mondjuk ő is megkapja, ő is megkapja. Aki 3 belül van. 14 a range. Igen, benne van. 13-as defense. Ennek a dot 7-es. Akkor... És kérdés, hogy célzol-e vagy mozogsz előtte? Célzok, nem akarok megmozdulni. Jó, rat 9-es, 4-re eltalálom. Két kockával 4-re eltalálom? Aha, akkor... mivel van rajtad fókusz, ezért úgyis érdemes 3D6-ra rádobni, mert azt a fókusz nem tud másra elkötteni, és nem is fog megmaradni. Jó, akkor... Csak ugye ezt előre kiszámolod, akkor nem tudom, nem kell neki 2-t adni, mert ugye... Akkor elég lett volna 1-et adni neki. És akkor kicsit több marad. Rendben, akkor 3... Hát, elvétettem. Ugye, amikor mindegyik kocká egyes van, az mindig mit. Még akkor is, hogyha már a te kezdőjátéket magasabb, mint az ő véne. Jó van. Hát, ja. Vele ennyi. Se baj. Ő végzett. Jön a Defender. Vele is próbáljuk meg ugyanezt. Ő az Evil Ranger 16. Benne van bőven. Ugyanúgy céloz? Igen, ugyanúgy céloz. Rat 6, rat 8, kit lősz? 5. Rat 8, 5-re eltalálod. Megvan. 15-ös. Elbúcsúzik sajnos. Rendben. Ő elkészült. Hát ő ide, ő meg oda. Igen. Ez minek számít? Plusz 2 def a kisbézeknek, és mozgás szerint meg ugye nehéz tör. Csak a kisbézeknek? Hát ő szokott lenni. Médium béz, akkor az átkázó rajta. Jó. Rendben. Az ő lényeg. Jó, akkor lassítja őket, csak húznak. Jó. Jöjjön ő. Lakja fel a Dead Eye-t rájuk. Jó, a Dead Eye 6-ra megy. 6-ra? 6-ra megy. Akkor ezt kéne mérni, mi? Úgyhogy... azt kell, ugye azért mentem, lőttem Refuge, és aztán értem át a másik. Refuge nincsen rajta, úgyhogy ezt nem tudunk csinálni, de akkor viszont csak sétál. Először. Pontosabban fut. Mégpedig 12-t tud futni. Ha futsz, akkor nem tudsz majd varázsolni, úgyhogy... Ja, akkor sétál 6-ot. Menj 6-ot és lőj. Ide be tud sétálni. Asszabultal 10-es, többiek meg... Jó, pont be tud sétálni, akkor oda be sétál. Pattan is az összart? Nem, ez 3-as, ahol elhagyja talán. Rendben. Jó, és rájuk tudja dobni a Delight. Melyik az?
te vagy. És akkor innen még lőni is tud elvileg, ugye? Hogyha sétáltam. Igen, igen. 14-re. Onnan 6-ra már benn voltak ezek a csók. Akkor 5 fogja meglőni. Két várjunk. 5 fogja meglőni. Kit szeretné? Neki mennyi volt a defje? Kicsi volt. 10-es. 10-es. Pontosan a 10-es, 12-es, mert a... van neki ez a füstölése, az sem vél. A 12-es azoknak, akik nem ignorálják a concealmentet. És ugye most jelenleg nála nem ignorálja senki, a gun mage-eknek a attachment-ek akkor ignorálják. Uh-huh. Úgyhogy én is 10-esre lövöldöztem. Hát lövöldözte is 10-esre, most ezt elrontottuk. Jó, nem baj. Mert beugrott, nem csak 10. Jó, akkor meglövi őt. Uh-huh. Két kocsak. Lemérjük a támadót, elvileg. Mennyi a range? 14. Benne van. Két kockával. 10. Jó. És akkor védek 7-et. 7-et. Védek 7-et, ugye weapon master vagy alból 3 kocka, mert még ugye van fókuszod. Ja. Fókuszom már nincs. Akkor csak 3 kocka, meg egy az osztottnak, és fekete. Ja. És 7-et fogok. Ezt megfogtad, 2 bement a 6-osba. Ezt meg kibírja. Rendben. Ez megint ki ment. Mondok. És akkor most jönnek a ők. A Dedai az plusz egy kockát ad? Támadó dobás. Igen, akkor ez. És akkor ugye, ők ugye három fajta közé választottak. Van a, van a távoli lövés. Igen, akkor az 4 range. Akkor 14-re lőnek. Uh-huh. Van a jobban sebző lövés, kritikál, a kritikál brutál damage. A kritikus dobsz, akkor plusz egy kocka a sebzésre. És van a Thunderbolt, ami mindenképpen pushol, és a kritikus dobsz, akkor knockdown-on is. Uh-huh. Jó, akkor ezek, és hogyha sétálok, akkor utána meg tudok lőni? Igen. Jó, rendben. Ugye, hogy sétálsz és lősz, vagy feláldozom mozgást, akkor plusz 2-t kapsz a célzásra. És akkor nem rat 7, hanem rat 9-ről indítasz. Uh-huh. Jó, sétálni fognak. Kicsit előrébb. 6-ot tudnak menni, tehát... nagyjából ezen a területen bármelyre mehetnek, de én csak előrébb akarok mindent tolni. És akkor innen toljunk. Modellenként meg tudod választani, hogy milyen lövést tölni. Azt hiszem, hogy jó. Azt mondod, ő, ugye mert modellen van a szabály, mindig amikor modell ő, választhat a 3 közül. Uh-huh. Nem tudom, hogy kötelező választani egyet a 3 közül. Igen, ez az osztag, amit mögötte van. Szinte mindig érdemes. Jó, akkor... ő toljon rá egy kritikált. Kritikál brutál? Igen. Uh-huh. Jó, akkor ezt 3 kockával dobok? 3-mal vagy Dedai. Igen. És hogyha bejön a kritikál, akkor 3-mal a sebzést is. Jó. 10-ben benne van gondolom. Tényleg. Hú, jövök jó, hogy szólsz. De úgy szemre benne vagy. Hogyha ez a zóna tudod... Igen, benne van. Akkor benne van. Akkor ő volt az, ugye? Igen, a legelső. Jó. Nem kritikál. 2D6-tal, 9-et fog. A gép. Semmi.
Semmi. Jó. Jó, következő. Ez nem tűnt jó ötletnek. Na, te bejön a kritikál, akkor jól mennyi bemelt volna. Jó. Te próbáld meg a kritikát erre. Jó. Próbálgassunk. Nem. Betalál. Talál. Rendben. 18-as páncél, ugye ott rajta van a rezó, ez egy 8-at fog. Jó, akkor ezt eldöltessük. Jó. Igen, az első kettő lőtt. Akkor te próbáljad meg a lökőset őre. 3-4-6-tal. Ez nem kritikus, de és ugye D3-at ellöködik. Ez 3, az fő volt, ugye? Igen. Fő, de fő, 3-at. Visszacsúszik. Jó. Te? Csináld ugyanezt ő, de? Miért ki a 16? Benne van. 3-4-6-tal. Jó, nem kritikus. Kritikus, de talán. És 3 colt. Ő volt az? Igen, ő volt az. Ő. 3 colt. Ez egy snipe-ot erre. Ez plusz 4 range. Nem volt benne a 10-ben. Ha benne volt, nem baj. És már ezt is tudom. Hát a szemmérték az volt kifejlő. Ezt talál. Ugye itt a snipe-nál nincs kritikus ebben. Igen. És ez nem sebez 18-as a páncél. Igen. Jó. Akkor te viszont már... Na várjunk. Ezzel a 10-ben éppen, hogy benne volt, 3-at hátra ment. Szerintem ez is sniper, próbálja meg. Hát ugye a karaszfonnal még mindig mérhetsz onnan 12-ket, hogy segítsen megtippelni. Fogod a 12-est, de kiteszed, és aztán utána megpróbálod ezeket a szinteket megnézni. Ő most itt van a végén, és kérdés, hogy az, aki rálő, az a 10-es szintnél, hogy a pályán most így vízszintesen megpróbálod a csíkokat. Ez segít kb. Megtippelni a távolságot. Így viszont... Inkább lökjön megint egyet ő, és akkor most lemérjük a tizet vele. A Jackre? Igen, a Jackre. Szerintem nincs. Nincs. Jó. Hát akkor így jártam. És végeztünk. Ugye mindenki volt. Mindenki volt. Jó. Megjön a fókusz, aztán meglátjuk. Ezt a rizolót itt nem aktiváljuk. Biztos. Na, lássuk, hogy csináljuk. Karaszlót eltalálni nem tudom. Viszont ugye nincs senki se a szenárióba, ezért bemenve a szenárióba tud lehet írni pontot. Teszünk kettőt a Reconerre. És aztán ennyi. Jó. Jön Dartan Vilmon, és azt mondja, hogy nagyon mérges lett, amiért ezek így meglövöldözték, és ezért meg fog rohamazni őt. Speed 6, Speed 9 a rohammal, 9-essel ide felé. Oda. És ugye base to base-be így. És állít őre. Mat 8, úgy nézem. 8 meg 7, az 15, az pont annyi, mint a Gun Major Defense-e, úgyhogy akkor egyet le is csapott. És ugye a Reach-ével pedig beköt 1-et, 2-et, 3-at. Úgyhogy annak kérdezve, ő már ugye elég jó helyen van, de ő csak 1-et üt, de nagyon erőset. Ez meg 6. Azt mondja, hogy... Igen, ez volt ő. Aztán most... Karaszlón
Fedezék mellett 20-as, 15-öt kéne dobjak a Reconerre, hogy eltaláljam, az szóval nem fog megtörténni. Hát csak is a Defendert kell meglőni, úgyhogy ő... Jó, hogy rohogat a Defenderre. Ő rajta van egy Raptorénen, és ráadásul... Van ott egy olyan Steamstorm-os... az a kis fényes, ez? 50-es talpa. Ja, nem. Ugye, hogy szeretne ő rohamozni? Azt mondom, hogy az irány, az kb. Ide ja, szeretnék érkezni, mivel a rough terrainből itt érek ki. És akkor azt úgy kell mérni, hogy mindentől ide elérjen. Az lényegében 2 incs, szóval 4 incset fog elveszíteni, amíg ide ér. Ide, mert ugye amíg csak egy picit is érinti a 4 incs, és tud 8-at menni, úgyhogy innen még 4 ide, és akkor innen, ugye ez 1 volt, innen rálő a Defenderre. Ugye a Defender, jó, nem fordul rá, mert csak a végén fordul rá, így áll most. Defendert eltaláljuk 7-esre, és aztán már meghúztam a sebzést, és sikerült. Na lássuk, kövér 7-est, ugye def 12 a Defender. Igen. Nem raktam el elég fókuszt, ugye a roham plusz, meg a akármi. 7-est, azt talán, úgyhogy ő kap egy flare-t, rámpusztolunk. 13-as 5-öt fog. Más színű D6? Nem, minden D6-om ugyanolyan. Azt mondja, hogy 13-18-5 fog. Az egy 6, meg 1, meg 1, az 8. 3 jön be. 3 a 3-asba. Nem itt, hanem ugye vissza, és akkor... Rossz meg. Jó. És akkor kiválasztod a 3-ast, és akkor 3-as, és tekelsz 3-at. Vagy oda, ott is bepötyöket. Oké, rendben, és akkor accept. Accept az beírja és visszalép, a commit az csak beírja. Jó, ez megtörtént. Most mérjünk a Kreosai kontrollt. Látjuk, hogy ő 12-re van. Úgyhogy, és ha simán előre megyek, akkor ők lepufogtatnak, az nem jó. Jönnek a Bastionok, futnak. 8-at. Úgy ide 5-öt. És úgy ide 3-öt. 8-at. És 8-at. Jó. Jön Kreosz. Kreosz apám. 5-össze ide jön. És 2 pontért. Plusz 2 páncert felrakja a vezetségre, és ő 3 hárommal pedig vár. Mindenki volt rá. Kreosztól csak sétáltál. Igen, csak előre értem ötöt. Így ez volt a második játékos második köre. Ugye írok egy pontot itt a Warjack-en. Jó. És te vagy. Minden. A fókuszot ilyenkor adajtam adod? A fókusz az mindig leesik a kör elején, a Warcasterről is leesik meg a Warjackekről, és aztán utána föltöltődik. Hát most az nem tudom benyomítani, de most adjadakom őket. Amikor 10 van a Warcastereden, akkor mindig a NATO páncéljára kapja meg a sebzést, és aztán a kontroll fázisba föltöltődik neki. Hát akkor a tűz, ami fenntartodik, akkor annak az ellen nem véd a... Így van. Ezért az összes fókusz az leesik, abban a maintenance fázisban még nincs, és csak a kontrolfázis elején jön meg, ezért veszélyes a tűz a Warcasterekre. Még a Fury az máshogy működik. Rendben, akkor... Az előbb azt számoltuk, ugye, hogy a támadásra igazából fölösleges, még egy kockát elhasználom. A dohamozni nem igazán akarok. Hát ugye most érdemes kihasználni a Fury-t. Ez mit is csinál pontosan? Egyrészt ugye mindenkinek boostolt lesz a támadása a pontkozónakban, és ugye amikor
a battle groupod, a karaszton és a két jack, vagy a karaszton, vagy a másik kettő, bárki, amikor talál egy lövéssel, akkor egy másik tagja a battle groupnak lőhet egyet. De ugye ilyen fites lövés minden modell csak egyszer tehet. Teszem azt, karaszton lő, talál, akkor lő a defender egyet, és aztán utána pedig lő a defender, talál, akkor lő a hunter egyet, és aztán még lő a hunter egyet, talál, és akkor lő a karaszton egyet, és akkor mindenki lő egy fites lövés. És hogyha fitelni akarok, akkor ugye neki kell kezdeni mindenképpen a követ. Hát érdemes, igen. Mert úgy érdemes, mert akkor elmondja, és akkor utána mindenki más már a bónuszokat megkapva. Egyrészt a boostolt támadásokat megkapják. És karaszlón is megkapja, úgyhogy nem kell fókuszt költeni rá. Állandóhattal fogják lőni. Akkor csináljunk egy ilyet. És akkor elnyomja a fikkét. Tacs. Egy-egy fókusz kioszt a kettő jacknek. Mert abból baj nem lehet. Jó. Menjél. Hát a... Ja. Hat és ebben rendben. Szerintem eltolja magád a refuge-t. Kettő. Ja, ide rakom, hogy rajta van. Hát tedd oda mellé. Ugye a fókuszt meg a buffokat a figurák mellé kell tenni. Próbálom, csak és akkor rendben. Úgy lehet csak követni, hogyha valahol kivannak a pályaszélben, vagy a kártyáknál, az ugye nem jó. Ezt akartam. Mennyi az? Tehát. Érdemes ilyenkor egyből rámenni Kraoszra? Feed alatt, vagy inkább próbáljak itt mindenkit kiirtani? Hát megpróbáltad a Kraoszt is. Na azt nézegettem, hogy elvileg akkor ezzel mi rajtom a refuge. Ide sétálok, lövök egyet, visszasétálok, és akkor ezzel a kettővel meg úgy jövök ide, hogy mind a kettő még ellát pont Kraoszig. Kraosznak most az álmélet 3-at több, a 3 fókusz miatt 19-es, defense az ugyanúgy alacsony 14-es. Hát próbálj meg, lehet, hogy megölöd, csak ugye ki kell matekozni, hogy ki mennyi sebez. A karasztón a 12-es weapon masteriával boostolva sebez 12 meg 14-et, 26, 19, 7-et sebez a karasztón. Akkor utána lő egyet a hunter, vagy a defender, és ugye úgy kéne belőd, hogy ezeket a feed lövéseket is valahogy sikerüljön rá lőni. Ja, tehát akkor nem, akkor az viszont nem jó, mert ez útban van. Igen, részben takar. A hetet lő a karaszton, a maga, a hunter az sebezne 8-19, kocka mínusz 11-et, az nagyon kevés a keveset. A nagy defender meg sebezne kocka mínusz 4, busztolva az is egy ilyen 7, szóval 7 meg 7 seb jön be átlagra, meg ugye 11 fölött a hunter, ezek amik betűnözem. A gamage-eit közül van 3 darab, ami biztos le van engage-elve Dartan Wilman által. Ők ugye nem tudnak lőni, és ugye közelhazva kéne megküzdeni egy Wilmannal, nem biztos, hogy sikerülni fog, mert kicsi a matyuk, kicsi a P20-es, viszont a másik kettő srác az viszont tud... Nem, aktuális. A másik kettő viszont tud jönni, és meg tudja csinálni azt, hogy Thunderbolt-tal meglövi a Kraoszt. Viszont, és ha sikerül knockdown-olni, utána a teljes karakszlon battle group tudja lenni a knockdown Kraoszt, és akkor a feed-es támadások, amiket nem tudsz boostolni, mert nem az aktivációt van,
akkor azok is betalálnak, és akkor úgy már hát lenne esély. Nem tetszik. De kevés. Ugye, meg ugye feedből, hogyha valaki ugye a hunternek csak találnia kell kreoszra, és akkor utána mondjuk rá karaszló feedből lő egyet rá. Az úgy néz ki, hogy rat 8 vagy a 14-re, az 6-osra eltalálod. És aztán utána védek 7-et, onnan még 4-be jön. Szóval... meg lehet csinálni amúgy, csak... csak kivonulsz oda, az össze, kb. Mindenkivel, és onnan lövöldözgetsz. Bejön egy csomó, de ugye kocka függő erősen, hogy... Na, és akkor még mindig itt vannak ezek, akikkel meg ledohamozol a te fitedben, és bábá. Akkor inkább ezeket úgy tüntessük el. Még mindig fő van, ugyebár. Jó, akkor ugye ő van, lő egyet, három kockával lő, vagy igen, hárommal a kripomaster miatt, nem? Akkor először ugye a találatra alapból 2D6-tal lő, fitelsz most, akkor ugye az volt, hogy 3D6-tal. Akkor azon jön és fitel? Igen. Jó, kire fog lőni? Ezen gondolkozok. 14 meg 5, az 19. Csekket vegyek. Ezt az 5 mukit lőjük ki. Pont így. Jó, ütéseket, igen, ezeket fogom eltüntetni. Jó. Kezdjük vele. Célzok, nem mozdulok. Jó. Ra, 10, dupla, tripla egyre hibázom. Tudom, hogy találsz. Igen, és akkor... 18-as páncél, védjünk 6-ot. Mert rajta van a 20-es időt. Alapból két kockával sebez? Abból háromból. És akkor jön még egy a feedből. Vagy hát nem, az csak a támadásra van. Rendben, viszont akkor egyet boostol. Hogy azt mondtad ki a fókusz? Egyet kapott ez. Jó. Egy, kettő, igen, három, négy, és akkor odáment ugye a refuge. Igen. Tehát boostol egyet. Igen, akkor ez még egy kocka. Négy kockával sebzünk. Vélek 6-ot. 8 sebb kéne bejön, de ez csak 9, 10, 11. 5 sebb jön be, ugye? Igen, 6-5, így lesz 5 sebb megy be. Akkor mindenki kap egy. És ilyenkor ez a betűkdupos... Igen, most a karaszton talál. Igen. Valamelyik jacked lőhet egyet. Igen. De válaszik ki, hogy melyik. Jó, akkor legyen a Defender. Ő is ugyanazt lövi. Akkor ő is. És akkor hárommal a feed miatt. Támad. 6, 7, 8. És akkor... 2D6-tal csak a 18-as. Ja, ez erre nem megy a... Most nem tudsz boostolni, mert még nem a Defender aktiváció van, a kalasz. Ez csak ilyen bónusz. Rendben. Ez itt 6, azt felfogja. 21 összesen, neki 15-ösre indul. 21, 3 pont. Ki volt a... Ő. 5D. Beírtam neki. Rendben. Igen. A karaszton most refugeolhat. Igen. Ja, akar. Miért ne akarna? Refugeol mennyit mehet? A teljes normál speedjét 6-ot. 6-ot. Elvileg a kettő között elfér. Próbáld ki, ott van ilyen kis base, az összes ilyen cucc, az a flare, meg az összes többi, az 30 mm, ott belepróbálsz. Nem. Nem, hát akkor elindulsz a másik irányba. Szóval mozdultál, nem mentél, és akkor még megfordulhat. Nem, ezt kicsit elindulok.
Add elm egy 3-at. Végig tartjuk a munkat. És elem egy 4-3-at. Jó, akkor jöjjön a Defender. Mennyi a ranged? 16. Jó, akkor ezt bárkit lelőhet. Jó, akkor lőd 2. 1, 2, 3 kockával. Talán. 8? Nem talál? De. 11-es def. Rendben, és akkor plusz sebzés. 6, 12, 16. 16, meg 15, 31. 31. Akkor az a modell az meg is hal. Ez a B. B modell. Ez túl sok volt. Rendben. És akkor megint van ez a... Így van, lőhet a karaszton, vagy lőhet a hunter. Rendben, melyik lőjön? 12. Jó, kada fog lőni. A kará egy kicsit furán állított, de egyenes is. Rendben. Lő a kara. Igen, most 14. Ja, akkor ezt bárkit eltalál. Ő. Három kockával. Talán. És most meg kettővel. Hárommal bekomaszter. Jó. Fognak. 10, 13, meg 12. Hét sem. Jó. Akkor ezt szétosztogatjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Megtörtént. Akkor jöjjön a... Ő? Hunter. Támad 3 kockával, őt támadja. 13. Talán, ugye lefelezi a páncélját. 16-ról 8-ra, plusz 2, 10, úgyhogy 4-et fog a lövésedben. Neked van egy alapból egy 6-os, ugye az alappáncélt felezi, aztán arra rámegy a plusz 2. Rendben. Fókusz. 4-es különbség. 3 kocka. 11, 12, 13, meg 6, az 19. De van... 2, 3, ugye 9 sebben be. 16, van set defense, és 8 sebben. Rendben, és akkor... Rendben. Kada fogja lőni a... Hát azt tudom, a kara nem lőhet többet, ugye? Nem, akkor... Ugye mindenki egyet lőhet feedből, a Defender lőtt feedből a karára, a karából, aztán utána... Jó, akkor viszont nincsen több lövésük. Mikor a kara lőtt, akkor a... Akkor a Defender lőtt. Igen. Jó, hát akkor ennyi. Ha úgy kellett volna, hogy a... Hogy körbe menjen. Körbe. Jó. Mert oda-vissza megcsináltam, akkor figyeltem. Nincs kibe. Semmi baj. Akkor ők végeztek. Ez jött vele, miért elfelejtem. Jönnek ők. Hát ez egy három júris varázslat, hogyha ugye még... Ő fogja kezdeni, és őt fogja lőni. Nézd meg, hogy nincs-e milliben. Az kettő vagy három? Kettő incs, azok kettő incsesek, azok a kis méretek. Az is kettő incs, meg ezek is. Úgyhogy szerintem nincs. Szerintem meg pont benne van. Hát tedd le a... Tehát legyen, ezt fogom itt, te fogod a te figurát, na, a fenekét ott, csak hogy nem mozdul le, és akkor beteszed. Nincs, látom? Nincs, jó, oké. Okay. Úgyhogy ezek hárman benn vannak, ezeket tennem. Ő, közlöget. Őt, a célozhatsz. Dedájuk van, nincs. Miük? Dedájuk. Ja, nincs, azt nem tartottunk fent. Ez nem fenntartós, azt mindenki kell varázsolni. Nincs dedáj, viszont a feedbe benne van a 12-t kimérő parátó. Az nem a elsütésnél van? Vagy hogyha... Hát nézd meg a papíron. Szerintem, egyébként benne van. Szerintem akkor, amikor bent vagy. Megnézzük. Nem egy ilyen pulsz, hanem egy aura. De nézd meg. Violin. Igen, violin. Oké.
Úgyhogy a kara ugye elrefugyol messze, akkor ugye páran kiesnek a feedből, de... De ő még benne van, és még benne van. Ugye az egység előbb mozog, vagy céloz, és aztán lő. Szóval nem akarom mozgatni őket. Senki nem mozog sehova, ugye? Senki. Jó. Akkor, akkor gondolom, hogy céloz. De róla volt szó. Így van. Rat 9-ről indul, 3D6-tal támad, neki a defense 13-17, szóval 3D6-on 8-at állhat ez a tanulja. Nem. Az nem. Ilyenkor 1-2-3-4-5-6, ki kell randomizálni, kit találsz-e helyette. Az ő, uh-huh. És akkor ugyanazt a 3D6-ot újra dobod ő ellene is. Tök nagyon defense, viszont ezzel szerintem megy neki 15-ös, majd még 19-es, viszont 9-ről mész. Az 19, az 20, akkor őt sikeresen eltalálta. Az ember is halt. Igen, mert 11-es armor és pof 10-zel lősz. Jó, nem baj. Jó. Ő hogy áll? Feltételezzük, hogy... Igen, nem, jól állt, jól állt. Jól állt, jó. Azt néztem, hogy... Csak itt van egy ilyen kis árnyék. Itt belátja-e őt? Látja. Hát akkor bele is megpróbáljuk őt lelőni. Ugyanaz a feltételek, 3D68-as kell dobni. Most már megvan. És ott volt a kritikális. Igen. Akkor mondjuk, hogy választotta egy crit brutát. Jó. Vagy akár a crit push-t, akkor kipusolja, és itt knockdown lesz, és akkor többet push, áll. Push. Szóval ugye előtte bejelented, és aztán jó. Akkor tegyük a D3-at elpusolod, hogy mennyit megy. 3. Kicsúszik. Ki kell mérni a... A lövés irányától, úgy. Így. Voltosan. Nem kell, kell elfektetni. Nem, hanem ott van ilyen knockdown token, a fejhez mellé teszed. Mert attól bent, ja. Bent itt ebbe a kis ja. Nyitósba. Jó, valamit. Most ő lesz. Jó. Knockdown 30. Knockdown és egy pof 10-zel sebzel rá. Függetlenül. Két vagy három kocka? Kettő. Kettő. Nem két brutál volt, hanem egy 6-os valós, úgyhogy ez... 5? 16. Nem, 15. Bocsánat, 15. Semmi. Semmi. Jó. Úgyhogy most kettő ember itt viszont felszabadult, és akkor most már ők is lőhetnek. Igen. Jöjjön akkor ő. Ő volt. Ő és ő. Ja. Ezek közé. És akkor már ő is fel van szabadulva, ugye? Ő látja errefelé, ő látja a villamot. Hát nem, ő már nincs azért benne. Most egy knockdown, 2D6-tal eljön rá, és mondhat. Tehát ő meglövi őt. Mivel? Crit butotállal. Nem, rohamozott. Rohamozott egyet olyan csapot, és úgy elég jó helyen is volt, csak azt nem ér. Crit brutál, a defense 5-ös, mert a knockdown, úgyhogy 2D6-on is el lehet érni. Nem crit brutál, nem baj. Semmi és baj. 6-ot fog. Két kockával dobok. Pof 10, 16-os armorra, de ezzel pont megvan. Mert ugye 5 HP-ja van és 6-os, úgyhogy ez összejött. És akkor maradt még egy. Ez nagyon összejött. Maradt még egy, ugye ő erre felé tud lőni. Ő. Igen, és, igen, és megnézzük, hogy a feedbe is benne van ez. Ugye pontosabban azt mondod, hogy rálő valakire, és amikor meg akarod nézni, hogy hányat dobja a támadást, akkor rámész a feedre, de úgy nézzük, benne van még. Ő is választott crit brutál, pusolós snipe közül, és aztán valahol valaki rápuffant egyet. De. Snipe-al? Igen, snipe-al. Amúgy így van. Snipe-al fog lőni. Igen. Hát jó. Mert másik az, úgy láttam, hogy útban van ez a cuccos, de már az is snipe lenne. Jó, miért kell 14-et? Mert ugye 12 széles ez a főlap, úgyhogy... Elképzelni. Látja valaki felüldöl? Szerintem még pont ez van. Aha. Bent van. Hát hogyha nagyon hozzá, akkor pont. Hát éppen jó. Vagy pont. Bent van. Jó. Bent vagy a feedbe, 3D6-tal lövöd, azt a csávót. 12, meg... Tehát bele is célozták 9-ről mész, úgyhogy ez bőven talált ő. Nem volt kritikál? Ja, ezt nem volt kritikál. Snipe-ot. Ez nem kritikálod is semmi. Csak a két kockával. 8-at fog. Az 8. Ugye rajtuk van a reason. Jó, és akkor végeztem. Jó. 1-2, és itt még ez a 3.
Hát, visszagyűlik a fókusz, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Ugye a te köröd végén én írtam még egy pontot, úgyhogy most már van 2 az 5-ből. Úgyhogy dominálom ezt a dolgot, akkor lesz 4, de 5 kell. Akkor még mindig lesz egy esélye, hogy megöljön. Ilyenkor ugye Mérics kérdéje. Az lenne a tuti, ugye 9-re fenyegetnek ezek a csávok. Mérek. Hát egy bastion, nem egy sérje, azt úgy lenni. Köszönöm. A rekonér agyon tudja csapni a Huntert. Az biztos. Kreosz meg. Kreosz meg tud ölni innen kettőt. Úgyhogy meg van újság. Aha. És hogyha belakszol, Rekonernek a fogájuk, az lesz kérdőt. Végén ugye nem. Nem, Rekoner csak magánokat. Tisztelőhoz nem adja, ő az ellenfélnek csökkent. Lóri, hogyha fal mögött áll és kimon a fogófor, akkor káncélmentet is, meg a cover bónuszt is megkapom egyébként? Csak a nagyobbat ott kettő közé, vagy amelyiket szeretném. De te gondolom csak a nagyobb. Konszímet a cover sose adódik össze. Na nézzük. Szóval, Kreosz tudom egy. Mennyi kell a Rekonernek olyan, hogy megölje a... Kell neki... 2... Egy charge-ot, egy assault az mellé fog menni. Egy charge-ot, autóhit, plusz egy támadás, plusz egy támadás. Az már kb. Elég kell legyen. Kettővel kell a camp. Jó. Kettőt neki. Ezt a resort-ot kipeljük. Jó. Jó, jön Kreosz. A round az egy kör, vagy az csak az én köröm? A round a hosszabb. A round a hosszabb? Te félköröd, meg az ellenfél félköre. Na, azt mondja, hogy Fitel Kreosz bácsi, és bejelent egy rohamot ide. Uh-huh. Erre a srácra. Tud menni a hocat. De... és ugye feedből autóhitteli őt, meghal, és második ütését kimérem, úgy nézem, hogy az is megvan, és ugye a feedből mindenki kap plusz egy ütést. Jó. Az ennyi volt. Az ennyi volt, ezt a 4-et ezt megtartom. Jaj, jó. Jön a rekover, ő berohamozza. Nem, sem. Úgyhogy ő tud menni egy 8-ot ide. Igen. Úgy számolgatom, hogy hova álljon kb. Egy volt a roham. Ugye a feedből autohitteli a Hunter. De lesz először egyet? Hát lőjünk egyet. Rat 14-es, 18-as, 13-ra. Nem csak eltalán, dupla 6-ra. Assault az elviszeli. Kár. Autohittel a charge attack, 17-es energiával megy. Akkor az 17-es, 2 van benne a Hunterre. Nem ezt a nézet kell neked. Nem mondom, az a másik sebes. Pillanat. Jó, megvan. 2 van bent. 13, 15, meg az 5-ösbe. Kibaszt az 5-öst, és volt a 15-re. Van élet egyáltalán? Van. Jó, van. Jó. Van egy fit támadás. Autó. Oké, a két kete kimenni. Fit támadás, az is autóhittes. Igen, csak az két kockával. Kocka plusz 2. Nem biztos, hogy azokat fogom.
maradjon egyes. Az 4, 6 seb. 6 seb a 4-es, de ezt nem szkerül már. Jó, már csak menni tud. Még egy fókusz van rajta. Az is autohites, kocka plusz 2. És az rengeteg, mert látod, hogy csak 3 mápia van. Ő rek lesz, ezt a fit token. Beteszik a helyére, ez egy megzsástal. Pápá! A többiek meg be fognak futni, hogy kitakarják Kreoszt. Kapnak egy futás parancsot, és akkor futnak 8-at ide. Fut 8-at ide, és jön a fut. Fut egy 8-ast ide. Mindenki jó volt, te vagy. Jó, nem. Mindent vissza. Akkor a depristet fenntartjuk. Miért ne? Ő még teljesen megvan. És ugye a köröm végén írtam még 2 pontot, úgyhogy most már van 4. És a te köröd végén, ha nem hozol be valamit a zónába, akkor vagy hogyha bekontrollálod a zártot, akkor a 4 ember le fogsz vonni egyet, leszek 3, de a köröm végén beírok 2, és akkor mégis megnyerem. Mindenképpen valakit le kell vigye, aki nem akar azt mondani, hogy ezt megakadályozt. 2-t adunk neki. 3 adat nála. Jó. Akkor, bocs, 4-et dobtam, ugye? És 15, akkor 19, bocs, akkor mégis a kellett. Defenderedet fogunk kezdeni. 15-ről nyomtattam location, meg minden 4 frakcióval szétettem. Hogy a 4 frakció 4 külön ember mi van, nem mindig nála jön a doboz, mert Csabi is van egy csomó, úgyhogy akarod a Csabival játszani, vagy bárki más, akkor mindenkinél lehet egy frakció. Ezek dícsesek, ugye? Dícses mindenki. Mindenki dícses. Júj, de jó! Ezen át lehet sétálni? Hát, teljesen át kell érni. Én a kalaszonnak ki tudod mérni, az 5-ös pontjásával átére. Akkor vele fogok sétálni előre. Bastion, sokunk rá egy freeze-backot, ugye? Igen, már kimentél a pszichét. Uh-huh. Ez a Bastion üt rád egyet, a fitter az már nem aktív, csak egy turnig tart, hogy mindegy, mat 7, mat 9, 3-ra eltalálom. Dodo ide. Gyerünk! Talán 12-es, ugye, Apple Master meg boostolt a Free Strike, 18-as a Vader 6-ot. Az ő armory. Az armory a 7 volt. Ez 6. Az 5. 5 a 2-esbe. Ja. Megérkeztél. Megértem. Uiiii. Tízes az a Defender? Defender is a Reach-es. A Stormped a Reach-es. Többi szignál Jack nem olyan Reach-es. Stormped a Reach-es, meg a Lancer. Őt most valaki lefogja? A lövésre? Igen. Igen, mindenki. Jó, hát akkor ütni fog. Nem fog. Nem fog? Attól függ, hogy Reach-es. Ugye nem Reach-es, csak 0-5-re üt magát. Úgyhogy... Akár, hogyha akarod, akkor mozgasd ide. De úgy mozgattad volna, akkor... Mindegy, maradjon ott. Jó, akkor ő ott marad. Oké. Ja, azt kell megnézni a Reach-es. Ugye a Reconer Reach-es ezért... Ez van benne az árában, igazán Inferno alulvalára az a Reconer 8 pontért.
Miről beszélsz? De a Defender az mat 7-es, a rat 6-os, szóval nagyon jó a statisztikái, csak mivel egy lövős jack, az ütés részét nem igazán használja ki a szeretségének. Na mindegy, megérkezett, fogja a zónát, és jól érzi. Ő most ment a lehet hús, úgy értem. Hát ez nem olyan sok. Jó, jöjjenek ők. Jó. Reacher, de nincs benne senki a Reacherre. Kezdjen ő, és lője őt. Célos. Van a brutál, az jobban sebez, van a lökős, és van a snipe. Nem a snipe-ot akarod látni. Hát lökni felesleges, mert útban van ő, úgyhogy a brutál. Amelyiket lövöd a távol, amit ő közelebbit. Kettővel. Négy. Talán. Jó. 11-es hátba, 9-es, célzol 9-esre indulsz, úgyhogy dupla ez egy hibázat. Ő ugye nem vipormaster. Nem. Jó, akkor tehát kettővel. Kettővel előbe ellököd. Előbe ellököd. Nem, brutált választ. Brutált mondtam. Nem volt. Nem volt crit. Jó. Öt. Semmi. Ez meg rajtuk van. Igen. Másik. Ő is ugye dobálja meg. Dupla egy hibázva. Kritikál. 8-ot fogok. Ez 10. Ez két seb. Két seb a cények. Még van. Jó. Hát jó. Van karaszlom. Karaszlom ugye a zászlótól le tudod mérni a 4 incset. Most a legújabb Steamroller megengedi neked, hogy megmért, hogy a zászlóhoz 4 incse beértem el. 4 incse contest range. Hogyha én 4 incse belül kerülök, akkor te nem tudod a zászlót dominálni, ezért nem tudod megcsinálni szertet, de nincs bent. Úgyhogy azt meg tudod csinálni, hogy a zászlónál ott maradsz, bemész base to base-be, akkor csökkentesz nekem a pontjaimból, úgyhogy a 4 pontomból lesz csak 3. Jó. És ugye a köröd végén pedig nem ír pontot, mert a defender az fogja a zónát. Jó, hát akkor ez lesz. Ide fog sétálni. Szerintem ezt nem kell megidegetni. Most figyelünk. A Bastion az kb. Mindenhol eléri. Most már. Így. Jó. Itt van a refuge. Kire lősz? Őde. Ő nekem nem tetszik. 11-es tesz. Kettő vagy hárommal? De? Úgy vagy, de mi szeret csak. Mindig csak. Jó, kettővel dobok vagy kettővel. Ahol mennyi kettővel, de rábusztol. Jó, talán? Ez a tripla egyet, könnyen mondottam tripla egyet, dobott egy tripla egyet az elején. De igen, az jó, szép volt. Alapból a sebzés az... Kockák. 12-es weapon master. 12-nek 3D6 és arra boostolunk. Arra boostolunk. Ja. Akarok még egy kockát. 6-ot fog. 4, 5, 10. 8-as volt. 10-et dobtam. Összesen 10-et dobott még kockán, amilyen nagyon kezdtek. Ez az eljelzésű. Most már bejöttél a 9-be, ahol a 20-as az számított. Te meg 18-as. Jó, ennyi volt. Megtörtént. Diffuge-olni szeretném. Igen, akarok diffuge-olni. És még egy kicsit. Volt a spirit-jét. Idáig állt a diffuge-olni. Benne lesz a videóba. És te vagy. Csinálok egy oktató videót, tehát csak azt látják, hogy itt egymást szidják. Jó, de megint a fókusz. 3-0. Bárhova nyomod, az ötöse kiütötte a Gargantuan spiritjét. Counter charge-oló szarral. Nagyon, mint ha most kezdted volna a hordázást, mint ha nem tudod, hogy mindig a spiritet kiüti. Egy counter-charge-ról jack-el bazd meg a rohamozó Gargantuan kiüti a spiritjét. De ki tud ezzel ráulni? Csak az ötösben volt, jó, és oda ment be az a sebzés. Gondolkoztam, hogy őt berolmozzam, de álmodom. Ja, a sebzés az volt egy 14-et.
még itt nincs kapu. Na nézzük. Kreosznak, megnézem a line of sightját, Jack az benne van, úgyhogy az, az frankó. Viszont meg kell nézni, hogy, hogy legyen. Kettőt kap a rekonel, hogy egy húztolt lövéssel meglövi a karaszlont. Ha meglövi, akkor a bastion berohamozhatja, és akkor már hetesre eltalálja. A többi bastion meg megalmazza. Jó, hát akkor lényegében ez lesz, upkeepeljük ezt a páncért. Mert eddig, eddig nagyon jó szolgálatot tett. Lássuk. Kezdjen a rekonyer. Ratöt, céloz. Rat 7, megpróbálja meglőni. Karaszkon 12-re. Az benne van. 7-es, 16-os, 9-re. Boostol egyet. Igen, az azt jelenti, hogy 2 bent van 19-es erőmmel. És 12-et dobni. Ott van. Megvan. Talán. Hol a flare? Második most rám. Ha érezte, hogy kell neki. Megbusztoljuk a sebzést. 13-as, mennyi fokusz van rajta? 2. 16-as, 3-at fogsz. 9-es. Neked meg neked is 19-es. Akkor amit dobok, ugye? Fogsz. 10. 10. Az 6. Az 1-esbe. 10 marad 6. Másik ja. Mancs. Dupla 1. Pazmeg. Bocsánat, jó. Vagyek a pasztinak, bejelentenek egy rohamot. Ez a csóka rohamozik oda, megvan a három szól. Így, oda. Ez a srác rohamozik így errefelé, ugye az befordul, megy. Igazából ugye jön, egészen addig tud jönni, amíg a milli táv, a millie ugye eléri ezt a, ezt a pontot. Innentől kezdve már nem mehet tovább. És akkor rá kell fordulni. Szóval ennyire lehet. Ez így számított van a könyvben, de néha kicsit. Ez a srácnak ide berohamozik a csücsökbe. Hármat tud ő is ott menni. Ugye a három incset kell menni, ahhoz ő megkapta a charge bónuszt. Na nézzük, kezdjük karasztonnal, hogyha ott bejön. Ugye van egy flared, 14-es def. Nekem van egy 7-es matom. Úgyhogy kövér 7-esre tudlak eltalálni. Általában nem szokott menni, de te kockáddal bármi lehetséges. Ez 8. 16-os páncél. 12-es weapon master. Ez azt jelenti, hogy fogsz 4-et. Szóval 4 kockán 10-et kell dobni. Elbúcsúzzon. Végleg. Ezt még újra dobjuk. Ez elég. Ez 5, ez 6, ez 11. 11. Búcsú. Ennyi. Jó van. És akkor még ugyan leveltetted a csekket is.